véget ért a világbajnokság, ma is eredményes napon vagyunk túl. Hogy láttad a mai napot? Ugye ez a legmagyarabb szám volt, a 404-es férfi és nő is, ami az utolsó napra maradt, ami mindenkor kockázatos, akár egy döntőbe jutás is. Ráadásul hát azért mondjuk a Katinka végighúzta ugye 8 napot, a Dávidot meg eddig nem láttuk rajtkövön, tehát nem tudtuk milyen állapotban van, úgyhogy izgalom volt bőven. Ehhez képest nagyon stabilan, nagyon biztosan húzták be az aranyérmet a Katinka és az ezüstérmet a Dávid. A férfi vegyes váltónk is döntőt úszott, 7. helyen volt, harcolt az 5.-6. helyért, úgyhogy összességben nem lehetek elégedetlen. Szerinted a váltónál mi lehetett volna a maximum? Ez. Hát a 4 úszót összerakom, akkor ez jön ki. Lehetne itt hal, meg ha beszámítom a miénknél a legjobb idejét, akkor, amikor ezt kivonom belőle, ennek nincs értelme. Ez 4 stabil ember, jól versenyeztek, úgyhogy most ez erre volt elég. Összességében, hogy értékeled ezt a 8 napot, ami mögöttünk van itt a arénában? Azt kell mondjam, hogy jó volt ez a világbajnokság. Tehát ugye előzetes várakozásnál nem azt a fajta taktikát folytattam, amit sokkal, hogy inkább alámondok, és akkor majd itt ünneplem magam, hogy mennyivel több lett. A realitása az volt, amit mondtam, a 3-4 aranyérem, de 2-nek lenni kell, ugye 5-nél több nem lehet, ezt mondtam. Az érmek száma 10 plusz mínusz 2. Most nyilvánvalóan azért jött be olyan érem is, amire nem számíthattunk, de sok olyan elment, amire meg elvileg számíthattunk. Most nem csak a kenderesére célzok, vagy akár a kapásbogja megúszta a legjobbjai, de ez még egy hosszabb elemzést kíván. A fröcsögök most majd nyilván elő fognak jönni, de azért sokkal komolyabb dolog annál, hogy egy fél mondatban én ezt elintézem. Láthatólag azok, akik kimagasan szerepeltek az olimpián, nem csak magyarok, azok nem úszták meg azokat az időket, amiket Rióban. Ilyen volt a kapás kenderesi, ilyen volt a Katinka is, csak ő annyira kimagaslik a női mezőnybe, vegyes úszásba, hogy így is simán tud nyerni, de ilyen volt akár Kéti Ledeki is, de megemlítettem még a 400 vegyes olimpiai bajnokát, aki itt a vert mezőnybe végzett a férfiaknál. Tehát nem olyan egyszerű ez a játék, 11 hónap alatt valószínű két csúcsforma nehezen megy, és ugyanakkor viszont a fiataljaink pedig nagyon markánsan előre törtek. Tehát az ifik közül, akire felhívtam a figyelmet, a Késai Ajna 3 döntőt úszott, csodálatos a harcolt és versenyzett. A német Nándi egyelőre még csapváltókba indult, fogják majd őt is látni egyéniben, nem is keveset, és már egy bronzérem benne van a zsebében, nagyon megbízhatóan versenyzett mindenhol, ahova odaállt. És hát a Milák Kristófnak most már gondolom, nem a fél, hanem az egész ország tudja a nevét. Úgyhogy nagyon sok pozitív jel volt, és én tudom, hogy Magyarországon mindenki, én is, ha más sportágat nézek, az igazat megvalva, az aranyakat számolom meg az érmeket, és ez így is van rendjén, de emögött azért vannak mondjuk még 4.-8. helyek, és akik ide rengeteget kilátogattak, azok nagyon jól látották, hogy mit jelent egyáltalán egy középdöntőbe bejutni, vagy ne adj Isten egy döntőbe. És addig, amíg az érmes, ugye Rióban 7 érmünk volt, most 8, mert hozzátenném, hogy ugyanitt van talán 8 vagy 10 olyan szám, ami az olimpián nincs, de nem azokban nyertünk érmet. Tehát amiben mi érmet nyertünk, az mind olimpiai szám volt. Ezért nyugodtan mondtam azt is, akár hogy előrelépés történt Rióhoz képest az érmek tekintetében. Amiben nagyon nagy előrelépés van, hogy Rióban az érmeken kívül volt 1/4. És 1/6. Helyünk, ugye a kapásbogi 4 gyorson és a 4x200-as 4 gyorsváltó. Itt szakajtó szám, tehát itt a Kozma Dominiktól, Bernek Péter, a Szilágyi Liliana, a Késely Ajna, és itt a sorolhatnám, nem akarom végigmondani, hogy véletlen valakit kihagyjak. És addig, amíg Rióban egy olyan szám volt, ahol a döntőben 2 magyar volt, itt volt 5. Tehát azért elég jó mutatóink is vannak. A csapat összességében sokkal több pontot szerzett, mint Rióban, több érmet minden olimpiai számba, úgyhogy valamelyest erősödött a csapatunk ahhoz képest. Ki az, akitől mondjuk többet vártál? Vagy akinek szerinted nem úgy jött ki a lépés, de akár még benne lehet az, hogy egy következő világversenyen jól szerepeljen? Benne is lesz, hát erre már most utaltam, megismétlem, hát ez a kapás, meg a kenderese, az még bőven fog érmet szerezni nekünk, ebben legyen biztos mindenki. Tehát nem akarok senkit így kiemelni, mert azért ezek, láttam mindenki, hogy oda tette a maximumot. Élvezték ezt a közönséget, a közönség kihajtotta belőlük,
tisztessége helyett, tehát mindenki. Tehát nem akarok én senki olyat mondani, akivel most így vagy úgy ne lennék elégedett. Utólag így visszaemlékezem, melyik volt az a szám, ahol a legjobban izgultál, vagy ami úgy érzett, hogy ott aztán tényleg minden volt? Hát nézze, sokan viccelődnek ezzel, de hát azért több mint fél évszázad itt vagyok. Én meg már is viccellen úsztam, láttam egy-két világversenyt, láttam egy-két nagy meccset, de az, amit a 400-as gyorsváltó alatt átéltem, az nekem is úgy volt. Jövőre tekintve, ugye nem sokára ifi VB lesz. Igen. Ott mit vársz? Hogy fognak szerepelni azok a fiatalok, akik most itt a VB-n bemutatkoztak, illetve azok, akik még nem mutatkoztak be? Milyen az az ifi csapat? Már bemutatkoztak az az ifi EB-n, mert azért ott ugye 11 arany, 8 ezüst, 2 bronzzal érkeztünk haza, soha nem volt ennyi aranyunk. Érmünk már volt több, de aranyunk 11 soha nem volt. Ezek közül úszott itt a három főszereplő, illetve meg a Holló Balázs, aki ugye ifjúsági Európa-bajnok volt 400 vegyesen, ők adják a csapat gerincét az ifi VB-re. Na most azok, akik itt úsztak, azért az a jegyzőleg nagy kihívás, hogy gyakorlatilag másfél-két hónap alatt háromszor kell jó formába hozni. Ezért értettem egyet azzal, hogy Plagányi Zsolt nem forszírozta, hogy a német Nándor úszon egyéni számban, noha indulhatott volna 100 és 200 gyorsan is. A Milák Kristófnak viszont a 100 pillangon olyan elő volt a helyezése azzal az idővel, ami volt, hogy hát azt nem lehetett azt mondani, hogy ne úszta, elég komoly hiba is lett volna. Úgyhogy az ifi VB-n azt várom, az gyakorlatilag az ifi EB csapatnak a 70%-ából fog állni, és még nincs aranyérme a magyar úszó sportnak, ifjúsági világbajnokságon, arra számítok, hogy ezt most mindenképp megszerezzük.